Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Felméri Péter. Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Következik a Rádió Kabaré a Tália Színház téli kertjéből. A házigazda én vagyok. Hisz ki más lenne, Felméri Sarolta a harmadik unokája, Felméri Péter. Ha önöknek egy 4 másodperces vicc még rövid, de egy 6 másodperces már hosszú, akkor a következő blokkunkat önöknek találtuk ki. Következzen hát az 5 másodpercesek sorozatunk 42. része. Móricz Tamás írását előadják Bezerédi Zoltán, Hernádi Judit és Mészáros Máté. Látogatás a nyugdíjas otthonban. Mit hallok, Nagyi? A hétvégén felléptél az Erotika Fesztivál vizes otthonka versenyén? Öreg voltam, kellett a pénz. A méret a lényeg. Dorival hogy álltok? Ma este átjön filmezni. Valami romantikusat tegyél be. Te, a Titanica milyen hosszú? Ez most hogy jön ide? Amúgy 269 méter. Rendőri intézkedés. Elismeri a felelősségét a balesetben? Nézze, biztos úr, én ilyen fontos döntést nem tudok meghozni részegen. Börtönben. Hívott, parancsnok úr? Igen, gondnok úr. Kérem, hogy karácsonykor kapcsolja ki a fűtést azon a szárnyon, ahol a besurranó tolvajok vannak. De hát miért? Hogy náluk is menjen a reszkessetek betörők. Ronda szülők és az őszinte rokon. Hát tényleg tüneményesen gyönyörű ez a baba, és jeleztétek már a szülészet, hogy valószínűleg elcserélték a tiétekkel? Árak. Szia, látom, jól bevásároltál. És fizetés nélkül távoztam. Azta! És nem kaptak el? Hát még kaptak volna el? Hát mert nem fizettél. A havi fizetésem nélkül távoztam. Jogos kérdés. Vajon harmadik Károlynak, mielőtt megkapta a brit uralkodói állást, kellett-e motivációs levelet írnia? Vissza a feladónak. Fotókat csináltam a zuhogó esőről, majd a képeket feltöltöttem a felhőbe. Aranyásó! Figyelj már, miért becézed Atimnak a gazdag pasidat, amikor ő nem is Attila? Az nem Atim, hanem ATM. Családban marad. Te, a Karesszal mi van még? Mindig szingli? Mostanában feleséget keres. Na, végre család alapításra adta a fejét. Frászt! Tegnap például a Béla feleségét találta meg. Hölgyeim és uraim, ha önök az elmúlt időszakban külföldön nyaraltak, vagy teleltek, vagy esetleg egy elzárt pincében bújtak meg, és ezért lemaradtak a világ híreiről, csöppet se aggódjanak, a Rádió Kabaré híradóval is készült. Nem is akármilyennel, hanem valamilyennel. Következzen hát a Maksa híradó februári kiadása. Írták és előadják az önök kedvencei, Aradi Tibor, Maksa Zoltán és Varga Ferenc József. Köszöntjük hallgatóinkat az új esztendő első Maksa híradójában. Szokás szerint először híradónk rövid tartalomjegyzéke. Tovább csökkent Kis Béla favágó testmagassága, miután ma hajnalban újabb fa dőlt rá az albakonyi erdőben. Hazánkban koncertezett az első kínai reggi énekes Bob Merli. Hosszú hallgatás után új lemezzel jelentkezett Talmi László bádogos. Saját YouTube csatornát indított Trutyi Pál csatorna tisztító. Kéri, hogy a mellékelt festék sprével iratkozzanak fel a csatornájára.
kriptovalutát találtak egy budapesti temetőben. Ma délelőtt a rendőrség letartóztatta dr. Üvegzseb Tibor házi orvost. A vád szerint egy olyan férfi gyógyított meg, aki megcsalta a feleségét. Az orvost hűtlen kezeléssel vádolják. Hazánkba érkezett Vuhojnán Kandakakki finn tárca nélküli miniszter, mert szerinte legutóbb itt lopták el a tárcáját. Váratlanul meggyógyult a tehenek közepes József gazdának, miután rákiabált, múkodj! Részletes jelentéseink. Háromnapos megfeszített munkával végül sikerült kijavítani a múlt héten meghibásodott gázvezetéket Pirittyó határában. A helyszínen van tudósítónk Aradi Tibor. Szervusz Tibor, mi újság a gázkitörés helyszínén? Nem tudom, Zoli, fogalmam sincs. A nejemnek el kellett mennie a NAV-ba. Azt nem volt kire hagynunk a gyereket, úgyhogy itthon maradtam vele. De nála is volt az előbb gázkitörés, újra kellett pelenkázni. Ha akarod, arról mesélhetek. Aradi Tibor, köszönjük szépen. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban szakértő vendégünket, dr. Gumi Ágot, a gyermekgyógyászt. Doktornő, ön szerint helyes-e, hogy egészen apró gyermekeket Aradi Tiborra bíznak? Gyermekek testi fejlődését 0-tól 180 centig alapvetően meghatározza a környezete, pontosabban annak mérete, vagyis, hogy az évek múlásával tud-e például a kis ágy együtt tágulni a gyermekkel? Vagy sem, hiszen ha nem tágul megfelelő mértékben, az előbb-utóbb szorongáshoz vezet, sőt, súlyosabb esetben akár szoruláshoz is. Sertőlőkorú fiú csecsemő esetében javasoljuk a szülőknek, hogy legalább az egyik oldalon távolítsák el a kiságy rácsait, hogy a gyermek tudjon kislányokat fogadni. Mit tudunk tenni akkor, ha a csecsemőnk csúnya? Ebben az esetben mindenképpen a fejére helyezzük el a pelenkát. Dr. Gumi Ágotának köszönjük szépen, hogy elfáradt itt a stúdióban. Rövidlátó banditák ma délelőtt megtámadták a temetkezési intézet egyik zárt furgonját. Lebukván az egyik bandita szemüvegét törölgetve elmondta, hogy az erős ködben pénzszállítónak nézték a járművet, csak azt nem értették, miért énekel mögötte 70 gyalogos. Így aztán végképp aktuális, hogy kapcsoljuk a rendőrség fővárosi főhadiszállását, az előcsarnokból reményeink szerint Vagdalt Hús Barbara jelentkezik. Igen, itt vagyok, és itt áll mellettem Propolis Otto rendőr 10000-es országgyűlési képviselő. Propolis úr, gondolom, nagy öröm most, hogy jóvá hagyta a parlament a jövő évi bankrablások ütemtervét, valamint, hogy minden gyalogos rendőrnek, valamint családjuknak is alanyi jogon járjon a sziréna. Igen, hiszen régóta van már terítéken ez a kérdés, kezdve a rendre elfogyó gumibotoktól, amit ugye hazavitt a rendőr bajtársunk, otthon meg a gyerekei elkunyarálták, nem győztük az utánpótlást, de most, hogy minden családtag szirénát kap a fejére, azt hiszem hátradőlhetünk. Sor kerül a gépkocsipark modernizációjára az idén a rendőrségnél? Örömmel jelenthetem, igen, már meg is érkezett az első szállítmány, 3 hengeres használt Opel Astra. Ezek ugyan közel 20 éves, de igen nagy munkabírású, rendkívül takarékos gépkocsik, fogyasztásuk például alig haladja meg a rendőr fogyasztását. De hogyan tudják ezek a 15 lóerős gépkocsik felvenni a versenyt a banditák Mercedes-eivel? Nagyon egyszerűen, ezekből az autókból kitűnő úttorlaszt építhetünk. Van-e valamilyen aktuális bűncselekmény, amihez esetleg a lakosság segítségét kérik? Igen, kérem, éppen itt van előttem. Ma a reggeli órákban 2 állarcos bandita a postahivatal helyett véletlenül a szomszédos háziorvosi rendelőbe rontott be a bevételt követelve. A nővérkék szó nélkül átadták az addig begyűjtött mintegy 40 vizelettel teli üvegcsét. Kérjük tehát a lakosságot, hogyha valahol olyan fiatalembert látnak, aki a szokásosnál nagyobb mennyiségű vizeletet szorongat, értesítsék a legközelebbi járőrt. Ide kapcsolódó hírünk szerint a vasúti bűnözés koncentrálására úgynevezett zsebes vonatokat indít a MÁV. Ezeken a konkurens zsebtolvaj bandák utaznak majd, és a célállomásra való beérkezésig egymás kifosztásával mulatják az időt.
Egy új rendelet értelmében jövő hónaptól a személyiségzavaros pénzügyi munkatársakat kettős könyvelőnek hívják. A vagyonbevallások szórakoztató időszakát éljük. Stábunk felkeresett néhány politikust a témában. Üdvözlöm, pártelnök úr, a vagyonbevallással kapcsolatban keresem. Vagyonbevallás! Csináljunk meg, gyerünk, csináljuk meg! Én már megcsináltam, el is küldtem, klikkeljen rá! Gyerünk, klikkeljen! Lenne szíves nagy vonalakban ismertetni, hogy mi mindennel rendelkezik? Hát titkolózom. Vannak cégeim, ingatlanom, van otthon készpénz is, és van a családban némi apró. Tud élni. Nem értem, mit akar ezzel mondani. A nejemmel élek, macskám van, Skodával járok. Ha jól tudom, van adóssága is. Van, az ország felé. És a Viktor felé is, de törleszteni fogok. Igen, gyerünk, törleszünk együtt. Egy másik nevét nem vállaló kormánypárti képviselőt is megkérdeztünk. Hol lakik? Hát egy házban, a tisztelt házban. Egész nap ott ülök, fűtenek, jó a büfé. Minek menjek haza? Ingatlanja van? Képviselői fizetésből, kérem. Hát egy garzont bérelek egy... Panelházban? Igen, ez egy régebbi panelház, még a 18. században építették. Festetics? Nem, most csak tapétáztatok, de... Más téma. Javában zajlik az idei szakácsolimpia. Kiküldött tudósítónk Joghurt András riportja következik a helyszínről. Itt áll mellettem a magyar csapat egyik versenyzője, Kozma Roland. Roland, mit vársz a mérkőzéstől? Hát nagyon jól sikerült a felkészülés, a balatoni edzőtáborban sikerült bepótolni néhány hiányosságunkat, ilyen például a marha pörkölt elkészítése 4 perc alatt túróból. Sajnos a felkészülés alatt kisebb sérüléssel bajlódtam. Na, mi történt? Műszak után véletlenül arra mentem haza, merre a vendégek. Nézzük a kínai versenyzőket. Kérdezem, Hüsszie, mint milyen étellel készültek a mai mérkőzésre? Cipő, szavanyú, erős, édes szósz, keszerű, kacsa. Az hogy készül? Nehezen. Miért? Mert nem hoztunk kacsát. A verseny során kitől tart ma a legjobban? AMTS. Híradónk végén szokásos érdekes híreink. Ma reggel végre sikerült Svédországnak a NATO-hoz csatlakoznia, amikor is egy a magyar légtérben gyakorlatozó F-17-es vadászgép orrára ragadt, egy a Köröshegyi Völgyhíd közepéről jobbra kanyarodni szándékozó Volvo. Bemutatták a Rómeó és Júlia új változatát, melyben Rómeó egy gyógyszer hatására nem kívánja Júliát. A darab címe Brómeó és Júlia. Ez volt az idén krisztusi korba lépő Magsa Híradó aktuális kiadása, a viszonthallásra egy hónap múlva. Hölgyeim és uraim, készüljenek fel, mert a következő percekben iszonyat titokra derül fény. Hamarosan megtudjuk, hogy mi Zillinger bácsi foglalkozása, hogy mi Elvira tanárnő családi neve, és hogy hányadik férjénél tart Kató néni. És ez még mind semmi ahhoz képest, hogy mi kerül elő a levéltárból. Kezdődjön hát a 49. falugyűlés. Írta Ihos József, előadják, polgármester Csúlya Imre, tanárnő Hernádi Judit, Boleráz, Bezerédi Zoltán, Kató néni, Ihos József, kínai, Varga Ferenc József és Zillinger Nádas György. Tisztelt falugyűlés! Halljuk! Azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk az idei télre. Noha kevés hó hullott, de mindig tele volt gyerekzsivajjal a szánkódomb, és a sípályánkon is szépen fogytak a járógipszek. De ne feledjük, hogy lassacskán búcsút intünk a télnek, és hagyományainkhoz híven az idén is elégetjük majd a télűző szalmabábúval együtt, a tavalyról megmaradt diófa, meg az idén még ki nem fizetett számla leveleket.
Megkértem a tanárnőt, hogy szabad idejében tárja fel községünk régi farsangi néphagyományait. Az olyan régieket, amire a legidősebb csátiak is legfeljebb regressziós hipnózisban emlékeznek. Öné a szó, Elvirácska. Levéltári kurkászásaim során kiderítettem, hogy még a híres búsójárást is megelőzte a csáti négykézlábjárás, ami a helyi fogveszejtő csárdához köthető. Eme intézmény olyan régi, hogy már Tacitus is megemlíti, miszerint az ókori Pannoniában a Zillinger bácsi ők nagyapja, akkori nevén Delirium Zillingerum, Bacchus ünnepén úgy becsicsentett, hogy négy kézláb járva üvöltözte végig a provinciában az akkor már javában slágernek számító Reptér című számon, amit a kor híres énekese Georgius Cordanium énekelt. Aztán azt is tudja, hogy mit ittok akkoriban ezek a rómaiak? Amfiteátrummal. Köszönjük, tanárnő, ezt a mindent, de legfőbb... Bravo. Köszönöm, tanárnő, ezt a mindent, de legfőképpen minket is kimerítő válaszát. Egyébként örülünk, hogy ma Kató néni is el tudott jönni, pedig látom, hogy jócskán be van dagadva mind a két bokája. Dehogy van bedagadva, csak úgy siettem, hogy nem vettem fő melltartót. Li úr, magának meg mi az a sok kis piros sepphely a homlokán? Csak nem kanyarós? Nem, csak tegnap fordítva tartani szögbelövő pisztolyomat. Zillinger, maga meg jobb, ha ezen nem vigyorog. Ha, miért ne vigyoroghatnék? Hiszen megvan mind a 32 fogom. Az igaz, de egy gyökér van felül, 31 meg alul. Mivel az itt elhangzottakról digitális jegyzőkönyv készül, ezért mindenki mondja be jól érthetően a nevét és a titulusát a mikrofonba. Kezdje mondjuk a Zillinger bácsi. Idősebb Zillinger Jenő agrárvállalkozó, az első csáti erdővédő szervezet tűzmegelőző kabinet igazgató tanácsának hamutartó felelőse. Dr. Tóth Elvira, a csáti roston sült etelka, általában iskola, egyszemélyes tantestülete, valamint a biológia szertárban a kitömött Nádi Görény humán antropológiai szakasszisztese. Bolerász Béla, polgárőr és koronaőr. Koronaőr? Aztán mióta őrzi a koronát? Amióta az asszonynak 2 millióért berakták a szájába. Li Cheng Bonga, csáti jáspis ebihal, étterem üzletvezető helyettese. Helyettes? És ki az üzletvezető? Az is én lenni. Miért maga? Mert ha véletlenül adócálnék, mint üzletvezető legyen, aki helyembe lép. Én meg a Kató néni vagyok, kis nyugdíjas, és mától 6-szoros özvegyasszony. 6-szoros? Hiszen a 6. ura még egészséges. Miből gondolja, hogy pont ma lesz özvegy? Abból, hogy gomba pörkölt lett vacsorára. Apropó, Li, maga miért csak füldugókat vásárol a patikában? Mert ősi kínai bölcselet szerint lenni ez a hosszú élettitka. A füldugó? Aztán miért? Mert ha bedugni fülembe, akkor nem hallani, ha magához szólít teremtő. Egyébként ismerni maguk a Ying és Yang elvét? Én csak a Wiley meg a Gang elvét ismerem. Az mi? Ha részegen gyűk haza az ura, úgy kupán vágom Wiley-ingal, hogy a Gangon találja magát. Az ünnepek alatt sokan vágtak disznót, de kevesen szakszerűen. A tanárnő is a kémia szertáros bunzenégővel perzselte a hízóját. A Li úr meg egy láda szilveszterről megmaradt petárdát dugott a süldők alá. Aztán mi lett belőle, kis ember? Brasszói nagyon apró pecsenye. A legcsípősebb kolbász a Kató néné volt, még most is bizsereg tőle a nyelvem. Mondja, mi benne az a sok apró erős adalék? Vörös hagyma? Vörös hangya.
Illánkó fügyűnnek a spájzba, de kóstolják meg a vízkereszti új boromat. Megkóstoltuk, tényleg vízkereszti. Mitől lenni az? Mert olyan vízes, hogy arra keresztet vethet. Befejezésül csak annyit, hogy már vettem is fel egy kis kölcsönt a Lee úr új bankjából. Bizony, az is lenni Lee. Milyen Lee? Bezsebe Lee. Mennyi lesz majd a törlesztése forintban? Nyugalom, forintban is lenni Lee. Milyen Lee? Egy Rahed Lee. És ha véletlenül nem tudunk időben ekkora összeget törleszteni, Akófaluban lenni mindenkiből Lee. Hogy Lee? Hát fog nélkül Lee. Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink! Önök már is kezdhetnek örvendezni, hisz hamarosan egy nagyszerű humoristát hallgathatnak. Alakja egyedi, karaktere frenetikus, humora pedig pont mint a DNS-e, csavaros. Kérem, fogadják nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel a Rádiókabaré színpadán Hajdu Balást! Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit! Egy barátom tiniként pókot tartott. Nem tudom, tegye már fel a kezét, akinek volt vagy van pókja. Olyan, ami nem ez a házi pók, hanem ez a madárpók. Tehát konkrétan ő tücsköt vett neki, hogy azzal elteti. 20 forint volt a tücsök, de annyira fintorgott az eladó, hogy inkább vett 5-öt, és akkor adott 100 forintot. Csak nem tudta, hogy a pók meg sokáig fog élni. Aztán 20 év után már nagyon sok tücske lett, amiket szintén etetni kellett. Én mondtam, hogy nekem csak pókom van, de az ez a közönséges házi pók, az meg jó, mert megeszi a mustincát, amiket én utálok. Ugye a mustinca az körülbelül olyan, mint hogyha a Tom és Jerryből kivennénk a Jerryt, a Gyűrűk urából Sauront, ilyen igazi kis szemét. Nem nagyon tudsz vele mit kezdeni. Én is 3 hónap után jöttem rá, hogy az egyetlen megoldás az az, hogy leviszem a szemetet. De az legalább működik, mert előtte próbáltam mindennel, hogy leültetem a bulit, becsuktam az ajtót, ablakot, semmi. Aztán próbáltam, hogy porszívóval rájuk megyek, azt rájuk mentem, azt kiszálltak a hátsó nyíláson. Tehát nem egyszerű velük. Meg sokan mondják, hogy szeretik az állatokat, de ezt egy kicsit jobban át kellene szerintem gondolni. Mert most ugye ott a kullancs, a szúnyog, a cápa. Én amikor tini voltam, egyébként azon gondolkoztam, hogy mi lesz majd, hogyha már nem élek, meg hogy az állatoknak van farkuk, nekünk embereknek miért nincs, meg hogyha lenne, akkor mi lenne a farkammal, hogy ha meghalok. De 20 millió évvel ezelőtt volt farkunk, azért elég fura, hogy most már így megszüntették, mert engem például elfelejtettek megkérdezni. Tehát én el tudom képzelni vele azért az életet. Például egyensúlyozásban segít. Január 1-én, mikor mentem haza, igen, csak jól jött volna. Vagy a róka is a nagy lompos farkával takarja be magát esténként. Elküldött a gyermekedet osztálykirándulásra, azt nem baj, ha eltéved, tudod, hogy nem fog megfázni, max betakarja magát. Meg nem is értem, hogy miért a farkas lett a farkas. Nyuszinak is van farka, a zsiráfnak is, meg akkor a zsiráf miért nem fejes vagy nyakas. Randin is el tudom képzelni, hogy mondjuk így elhesegetem a párom elől a szúnyogokat, vagy hogy egyik kezemben sajtburger, a másik kezemben kóla, és akkor a két lábam között így a farkammal átnyújtom a csokorvirágot. Meg hogyha ember embernek farkasa, akkor a farkas ember a farkas embernek milyen? Tini koromban, ami még foglalkoztatott, hogy például be kell espréznem magam, hogyha tesi órán csak kötelet másztam, de nem mentem ki focizni, meg hogy járni akartam egy lányjal, de mondta, hogy legyünk inkább barátok, de nem értettem, hogy utána miért nem lettünk. Bár fura lett volna, mert én ugye úgy terveztem, hogy a barátomnak mondom el, hogy ki tetszik, és fura lett volna, hogy az is ő. Sokan tudják, hogy van egy kutyám, és én nem is került megtanítanom neki, hogy szót fogadjon, úgyhogy azt csinálom, hogy jókor mondok neki jót.
Látom, hogy jön, akkor hívom. Ott van, akkor mondom, hogy marad. Elmegy, akkor meg utána futok, azt elhozom kézben. Sokan mondják, hogy jaj, ne legyen kutyád, mert majd megöregszik, és az milyen nehéz, de hát most akkor mit tartson az ember? Grönlandi cápát? Az 272 évig él. Vagy kagylót? Az is sokáig él, aztán, hogyha megunod, akkor megeszed. Kutyámnak kedvenc játéka a kötél, háromféleképpen is tud vele játszani, vagy nézi, vagy rágja, vagy nyalogatja, úgyhogy van, hogy én is nézem. Senki nem gondolná, hogy akkor épp együtt játszunk. Még néhány érdekesség zárásképpen, például olvastam, hogy a tehén, hogyha nyugodt, akkor több tejet ad. Apám meg, ha ideges, akkor több tehenet eszik. Viszont nyugodtan is megeszi az ideges tehenet, tehát lehet rá számítani. Meg, hogy a kacsacsőrű emlős, az a víz alatt csukott szemmel úszik. Én is ugyanez vagyok, hogy csukott szemmel úszok, és ezért nem találkoztunk még. Köszönöm szépen a figyelmet! Következő jelenetünk főszereplője Károly, de nem akárhányadik. Azt gondolnátok, hogy első Károly? Hát nem. Második Károly? Biza-biza harmadik Károly. I-I-I Károly brit király. A jelenet apropója pedig az, hogy harmadik Károlynak kórházba kell vonulnia, jóindulatú prostata megnagyobbodás miatt, szerzőnk pedig elképzelte, hogy milyen lenne, ha ezt a magyar egészségügy keblén kéne kibekkelnie. Szóval kérem, szedjék össze angol tudásukat, és figyeljenek kiemelten, hisz következik a felség az ágyban. Írta Horváth Tibor, előadják Hernádi Judit és Mészáros Máté. Jó reggelt, hármaska! Morning. Én nem vagyok a Móni. Ő az éjszakás nővér. Én Judit vagyok, a délelőttös, de magának csak Judy. Na, szóval... Judy. Ármaska. Ha megengedi, ezentúl így fogom magát szólítani. Tudja, nekem nem megy ez a felség megszólítás. Na, hogy aludtunk? Hogy aludtunk? My neck hurts a lot. My neck. Mi van? Mi? Ja, hogy elfeküdte a nyakát. Hát én mondtam, hogy ne aludjon el koronával a fején. És már tegnap is szólni akartam, hogy ne hagyja elől a jogarát. Az értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. Na, az viszont egy királyi ötlet volt, hogy a palástját is magával hozta. Ugyanis reggel ugye elszállt a fűtés. Így legalább lesz, mivel takaróznia. A pizsama jó magára? I am sorry. Sorry? Sorry. Hát sorry, ma hozok egy nagyobbat. Jó. I don't understand. Nem érti. Hát nem érti, nem érti. Megtanulhatott volna már magyarul. Elvégre többen vagyunk már odakin mi maguk. Az a helyzet. Hármaska. Én kaptam egy listát arra, hogy mit szokott reggelizni. Van itt egy kis bökkenő. Nálunk itt a kórházban nincs olyan, hogy 4 perces főtt tojás. Van viszont helyette egy specialitásunk, a kockasajt. Érti? What? What? Mi van? Kockasajt, what? Na, hogy a, most hogy a fenébe magyarázom ezt? Ennek, hogy kockasajt, kocka. Hát figyeljem. Rubik cheese. Cheese. Ne vigyorogjon, nem akarom lefényképezni.
I want a private room. Room? Nem tudok rumot hozni. Itt tilos a piálás. Private room. Hogy szobát szerette külön, de minek? Ez a tízágyas kortem sokkal jobban illik egy királyhoz, nem? Legalább elvegyülhet a pornép közöl. Jut eszembe, a Royce-ot elvontatták a közteresek, mert a forgalommal szemben parkolt. Hát jó, jegyezze meg, ebben az országban pillanatnyilag jobbra tarts van érvényben. Kamilla! Kamilla! Jó van ma, mit ordít, főzetek magának egy bögrét. Tegnap itt se itta meg, pedig egész este ezt hajtogatta. Please, I want to walk. Nincs wok. Magyar konyha van. Wok nincs. Ha kínait walk. Szeretne, hozasson magát. Mit mutogat? Walk. I want to walk. Ja, hogy sétálni szeretne. Látja, vágom én az angolt. Oh. Na figyeljen, hármaska, az a helyzet. Ne kolbászoljon sem erre. Mindjárt jön a Mariska néni takarítani, és ha maga összemászkálja neki a nedves járólapot, akkor ő úgy eltöri a hátán a felmosófát, mint a szél. Understand? Oké. Egyébként meg, ha nem tetszik valami, át lehet ám menni a magánegészségügybe. Csak nem tudom, hogy bírná a családi kassa, mi? Mert az nagyon elszaladtak ám az árak. Where are my bodyguards? Na, ezt értem. Bodyguards? Bodyguards? Igen, még jó, hogy a pasin biztonsági őr egy plázában. Na szóval, az a helyzet, Karcsi, figyelj, az a helyzet. A testőreit kiküldtem az udvarra, mert a frászt hozzák a betegekre a félméteres kucsmájukkal. Ráadásul úgy behúzzák a szemükbe, hát ki se látnak alóla. Nem sokára kezdődik a nagy vizit. Big visit! Világos? Na, mielőtt elmegyek, még elmondom a legfontosabbat. Délután át kell mennie az urológiára. Prostata vizsgálatra. Ez magának biztos nagyon furcsa lesz, mert királyi etikett ide, királyi etikett oda, de a doktor úr előtt kivételesen majd felségednek kell meghajolnia. Na, jobbulás. Következő írásunk az igazságszolgáltatás rögös útjára vezet el minket. Jöjjenek hát a bírósági színesek. Írta dr. Fenyvesi Csaba, előadják Csúlya Imre, Hernádi Judit és Mészáros Máté. Terhelti aranyköpések. A terheltek közé tartoznak a gyanúsítottak, a vádlottak és az elítéltek. Gyakran nem élnek a hallgatás jogával. Ha megszólalnak, ilyeneket is mondanak. Fogorvos előtt a gengszter mit mond? Csak az ügyvédem jelenlétében vagyok hajlandó könnyítni a számot. Akasztás előtt megkérdezik a halálra ítélt borotvás gyilkost, mi az utolsó kívánsága? Szeretném megborotválni a bíróság elnökét. Mit mond az ítéletben csalódott vádlott? Egy alvilág dőlt össze bennem. Terhelti vallomás. Nem kívánok vallomást tenni. Kétszer tettem őszinte vallomást, mindkétszer házasság lett a vége. Hogyan ítéli meg a helyi rendőrség felderítési eredményességét? Hiába gyűne, nem ér utó meg kövér. Tárgyaló termekben hangzottak el. Bíró a vádlotthoz. Szabadult? Igen, ambulanciával. És miért ült?
túlsúlyos testi sértésért és leütéses lopásért. A terhelt vallomása, a prostituált hölgynek 100 forintot fizettem az aktusért, és triplert is kaptam. S mit várt 100 forintért sejem hernyót? Bíró a vádlotthoz. Felesége van? Most nincs, de több volt. Gyereke van? A 10. És még mihez ért? Bíró a sértetthez. Mikor nevezte önt a feljelentett személy orrszarvúnak? Hát kb. 3 esztendeje. És most érzi úgy, hogy ez sértő? Igen, mert tegnap voltam az állatkertben. Julika kozmetikushoz megy. Ugye, ugye? Csak néztek magatok elő, hogy mi van? A Jolika kozmetikushoz? Normális? Kérdezi a költő. Hát igen. Jolika a kozmetikusnál. Írt és előadja Bach Szilvia. Azt tanítom a situt. Menek elfele a Bözsiékhöz, mikor az egyik sarkon látom, hogy gyünegy mell. Utána meg befordul a piri. Hallott, köpni, nyelni nem tudtam, csak álltam ott, mint kolompárgazsi a kocsmába, mikor már mereg frészeg, és hogy félreértés ne legyen, a lába merev. Na... Azt már, amikor meg tudtam szólalni, kértem a piritő, hogy honvette ezeket a melyeket, mert 3 hete, mikor tanálkoztunk, még csak ilyen dinnye mag volt. Most még, mint egy ilyen augusztusi görög dinnye lékelés előtt. Mondom, mivel öntözgeted ezt a magot, te piri, hogy ekkora dinnye lett belőle? Azt mondja, hogy deblocsolt a sebibe, csak ilyen szilikontot raktak beléje. Hát én meg még mindig csodálkoztam, mint mikor anyuka rágyütt, hogy nálunk a hamis gulyás varnyúból van. Piri meg elkezd engemetet stirőni. Mondok neki, ilyen mit néző, mindjárt halott leszel, nem élő te. Azt vakarja én te nekem, Joli, te mikor voltál utolsóbb kozmetikusnál? Hát azt mondja, nem zavar a bajszot, ha eszel? Az arcod még olyan száraz, hogy sajtot lehet reszelni rajta. Ne sértegessé, Piri! Gondolhatod, megpödörtem a kis bajszomat. Ott hagytam a francba. Otthon az volt az első dolgom, hogy vittem a nagyítót a tükörhű, azt megskubiztam így te magamat. Hát nehezen láttam a szemődökömtű, mert már a pupillámba bele óvat. Kád gyerekek, volt mit nézni. Nem halogattam a dolgot, felhívtam Zsuzsát, azt bekéreckedtem őte hozzája ilyen kezelésre, ugye. Kérdi, hogy és mit csinálunk? Ha mondom, nekem halvány lila fogalmam nincsen, hogy te mitet fogod csinálni. Csak azt tudom, hogy én valószínűleg fekszek, az káromkodok, mint a kocsis. Így is lett. Benyitok. Rám néz, csukja befele az ajtót, azt közben azt mondja, hogy Yetiket nem vállalok. Ha mondom, én vagyok a Zsuzsa, a Joli, hogy az apát traktor gyártott volna, inkább nem tégedet. Na, innen már tudta, hogy én vagyok. Behívott, lefektetett. Azt mondja, elsőbb elpuhítsája én bőrömet, úgyhogy hajoljak a gőz fölé. Hallod,
olyan köhögő görcsöt kaptam, hogy még azt a levegőt is kiköhögtem, amit 6 évesen szittam be a hintán, hallod? Mikor látta, hogy ez nem gyűn be, rám rakott valami vizes fehér leplet. Hát mondom, ha most ide hívja a papot. Na, ez a vizes lepel, vagy mi, ez fail lehetett, mert láttam, hogy így örül. Közelebb gurgatta magát ezzel a kis székkel, azt elkezdte nyomkodni a miteszereimet. Akkor rúgtam meg először. De aztán úgy elszégyeltem én saját magamat. Zsuzsi kérdi, hogy gyanta vagy csipesz? Visszakérdeztem. Gyomor vagy ágyék? Végül a gyantát választottam így a szemöldökömhöz. Gyerekek, úgy fájt, mikor lehúzta azt a gyantaizét, mint mikor Fási Zsülikét hallok a tévébe. Aztán kent valami citromízű kencét a pofázatomra. Igen, megkóstoltam, mert véletlen, mikor épp a szám körül matatott, én meg akkorát ásítottam, hogy a holdról is látszott. Zsuzsi is kitanálta szerintem, hogy mit reggeliztem. Mindegy, nagyon jó masszírozott. Aranybú van ennek a Zsuzsinak a keze. Már ami megmaradt belőle a harapásaim után. Na, kész lettem. Gyanázok haza nagy arccal. És tényleg, odaállok kálmán az uram elibe, csábosan, mint Sofia Lorenzo lánkorába. Kacintottam is. Hát már amennyire tudtam, ugye, be voltam dagadva. Kálmán rám néz, körbejár, szagolgat, és megkérdezi, mi van, Joli, arccal a földnek leestél egy citromfáról? Mit hunyorogsz itt a bal szemed, de belement egy citrombak, te? Hát úgy nézel ki, mint egy rubeolás kovászos cipó. Menjél, azt mosd le magadról ezt a vörhenyes pucbarádét, azt hozzad szépen befelé a halózást. Én csak annyit kérdeztem vissza, őtte tőle. Kalmán, gyomros vagy ágyék? Na, csumi! Hölgyeim és uraim, szeretik önök a beszélgetés műsorokat? A. Igen. B. Hát persze. C. Mi az, hogy? D. Válasz. Az A-t választom. Bármelyik is legyen a válaszuk a fenti quiz kérdésre, önök már is örülhetnek, hisz a Rádió Kabaréban itt és most következik a ridikül. Nem. Akarom mondani, következik a szatyor. Írta Aradi Tibor, előadják Aradi Tibor, Hernádi Judit, Bezerédi Zoltán, Mészáros Máté, Csúlya Imre és Nádas György. Jó estét kívánunk, ez itt a Szatyor. Mai témánk, elhidegült tőlem a feleségem, mióta elromlott a cirkó, avagy mi a hosszú házasság titka? Mai beszélgetőtársaink, Trüffel Tibor. Hello! Táncdalénekes, 17 aranylemez boldog tulajdonosa, melyeket egy lemezkiadó előszobájából szerzett. Miután 5 percre magára hagyták, 62 évesen találta meg az igazi szerelmet 40 évvel fiatalabb feleségével, akivel már 6 napja boldog házasok. Egyelőre. Beton Renátó. Szióka. Sztárséf, akit Michelin abroncsal tüntettek ki idén, mint a legjobb mesterséges anyagokból dolgozó szakács. Állítása szerint a hosszú házasság titka a bűnronda feleség, hiszen ők olyanok az ágyban, mintha utoljára csinálnák. Postritis Nikolas. Üdvözlöm. Antiszociológus, blogger, influencer és influenzás.
Szerinte a hosszú házasság titka, hogy a nő viseli a nadrágot, mert úgy nem látszik, hogy szőrös a lába. Most pedig köszöntsék nagy szeretettel műsorunk állandó házigazdáját, a csodálatos Kurkuma Aliszt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Van egy régi mondás, a jó házasság titka, hogy szeressük egymást, mint a galambok, elvégre azok is állatok. Mai műsorunkban is azt próbáljuk megfejteni három vendégünkkel, hogy mi a titka a hosszú házasságnak. Tibor! Igen? Te egy népszerű táncdal énekes vagy, de egy ideig kihívásokkal küzdöttél a házasság terén, hiszen annyi feleséged volt már, hogy szombaton soha nem vállalhattál haknit, mert mindig esküvőd volt. Ugye nem titok, hogy a mostani feleséged jóval fiatalabb nálad. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy akár a lányod is lehetne. Hát azért ez így túlzás, inkább az unokám. Ha egy szóban kéne megfogalmaznod, akkor mi az, ami egy ekkora korkülönbségnél összetart két ember? Hát a szex, a szeretet. Mégis egy ilyen fiatal lánnyal van-e közös témátok? Persze, de például a divat, a romantikus sorozatok, a hip-hop zene és a sminkkel kapcsolatos kérdések. Ugye most viccelsz? Igen. Renato, igen? Te más helyzetben vagy, mint Tamás, hiszen őszintén bevallottad, hogy kifejezetten ronda a feleséged. Elmondhatjuk, hogy nálad akkor nem a külsőségek számítanak, hanem a nő belső értékei. Amennyiben a pénz belső értéknek számít, akkor igen. Nikolász, ahogy már említetted, nálatok otthon a nő viseli a nadrágot. Jó az, ha egy nő irányít? Hát nem tudom, szerintem erről a feleségemet kéne megkérdezni. De hát csak van neked erről saját véleményed. Micsodám? Véleményed, hogy saját gondolatod erről. Egyszer volt valamiben saját véleményem, 8 napon túlgyógyultam. Csak nem ver a feleséged. Hát, ha jelen időben kérdezed, akkor most éppen nem, mert itt ülök, de ha hazamegyek és kiderül, hogy itt voltam, hát nem lennék a helyemben. Tehát akkor miért vagy vele? Most is jelen időben kérdeztél, pedig nincs itt. Te távoktatásban végezted a kommunikáció szakot, vagy egyszerűen csak rossz a szemed? Hú, de nagy a pofád! Beverjem! Ja, bocsánat, kicsit elragadtattam magam. Ne kérj bocsánatot, már megszoktam, hogy ilyenkor nekem kell. A közös programok nagyon sokat segítenek, hogy egy házasság ne hűljön ki. Tibor, te a fiatal feleségeddel szoktál közös programokon részt venni? Hát nem sok időnk jut rá, hiszen nem régóta ismerjük egymást, úgyhogy egyelőre egész nap otthon vagyunk és dumdumálunk. De például elvittem már múzeumba, ami még gazdaságos is, mert csak egy felnőtt jegyet kellett vennem. Renato, milyen közös programja lehet egy férfinek a csúnya feleségével? Hát például szeretünk utazni. Pár éve Párizsban voltunk, és a Notre Dame előtt rászólt a feleségemre egy pap, hogy mindjárt dél ideje felmennie a rangtoronyba. De az is nagy élmény volt, amikor a szellemvasúton nem ő sikítozott, hanem a bábuk. Nikolász, gondolom akkor nálatok a közös programokat a feleséged találja ki. És megint jelen időben kérdez. Ha Istenem, most kivágjalak innen, kisköcső. Elnézést kérek a stílusodért. Meggondolatlan voltam egy bunkó. Nikolász, na azért ez tényleg rémisztő. Nem, az a Renátó felesége. Nem, most komolyan, hát miért kérsz elnézést, amíg én voltam ingerült? Nem kéne végre a sarkadra állnod? Sajnos nem tudok, mert rendszerint a sarkamon a feleségem szokott állni. De akkor ha
Fogd el, és kezdj új életet. Már próbáltam. Na és mi történt? Összepakoltam a cuccaimat, és elköltöztem anyámhoz. És? Ugyanaz volt, csak szex nélkül. Ahogy a műsorban megszokhatták, jöjjön most egy meglepetés vendég, aki a hölgyek oldaláról szól majd hozzá a mai témánkhoz. Mai meglepetés vendégünk igazán tudja, hogyan kell egy férfit az orránál fogva vezetni, hiszen fülorgégész szakorvos, de korábban topmodell is volt, hiszen női topokat viselt, mint próbababa egy fővárosi butik kirakatában, a Szatyor stúdiójában a gyönyörű Flitter Csilla. Csilla! Csilla? Kicsit megváltoztál, mióta utoljára találkoztunk. Igen, mert én Karvaj Tamás vagyok. Na, ez tényleg meglepetés, és hogy kerül ide? Futár vagyok, és egy elektromos fogkefét hoztam Perger Noémi gyártásvezetőnek, aztán beültettek a stúdióba. Elektromos fogkefe? Jaj, tényleg, hallom, ahogy rezeg. Bár kicsit nagy a doboza. Nem akartam Noémit kellemetlen helyzetbe hozni. Mindig elektromos fogkefét mondunk, amikor valaki a tömörgyönyör webshoptól rendel. Ha már itt van, akkor kérdezek öntől is. Mai témánk a hosszú házasság titka. Ön nős? Igen, igen, 17 éve élek boldog házasságban, Líviával, a feleségemmel. Na végre, egy pozitív válasz. Úgy tűnik, pont jól jött ki, hogy véletlenül más lett a meglepetés vendég. És boldog? Igen, nagyon boldogok vagyunk. És a felesége mit mondana, ha ugyanerről kérdeznénk? Semmit. Hogy? Születése óta néma. Kedves nézőink, ennyi fért a mai műsorunkba. Talán sikerült megfejtenünk a hosszú házasság titkát. A viszontlátásra.